Kedves testvérek, a evangéliumban a szeretet parancsáról olvasunk. Nagyon fontosak Jézusnak a parancsai. Szinte azt lehetne mondani, hogy ugyanolyan fontosak, mint amilyen az Ószövetségben a 10 parancsolat. Holott sokszor a hívő nem veszi eléggé komolyan az evangéliumban elhangzott parancsokat, és talán azért, mert nagyon sok van. A 10 parancsolatot, amit kaptak a Sínai hegyen, különböző égi jeleken keresztül, ahol Mózes fölment a hegyre, rá lett vésve a kőtáblára. Ez a 10 parancsolat, aztán lehozták, betették a 10 parancsolatot a fridládába, és akkor ezt vitték magukkal. És az evangéliumban nincs ilyen nagy hangsúly téve, hogy holott lehetne, és talán ezért nem veszi az ember annyira komolyan, de ugyanúgy komolyan kell vennünk nekünk is Jézusnak a parancsait. Amit ugye sokszor teszünk, és amikor ugye a mércéről gondolkodunk, hogy mi a mérce ebben a szeretetben, akkor Jézus azt mondja, hogy úgy, ahogyan én titeket, úgy kell szeretni, és tudjuk a végét, hogy mi lett a vége ennek a szeretetnek, az lett a vége, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, de a keresztig látjuk azt, hogy normális emberi kapcsolatai vannak Jézusnak, hogy nem tesz semmi olyan rendkívüli dolgot, amit mi ne tudnánk megtenni. Voltak csodák, volt a kenyérszaporítás, vagy a vízenjárás, de ezek mind olyan csodák, amit tőlünk az Úristen nem kér, hanem kéri azt, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan ő. És hogyha mi ezt megtesszük, akkor Jézusnak a barátai vagyunk. Ha nem tesszük meg, akkor szolgák vagyunk. A szolga az teljesíti a kötelességét, de nem szeretetből, hanem szolgaságból. Azért, mert parancsolják neki, hogyha rabszolga. Hogyha nem rabszolga, hanem béres, akkor azért, mert fizetséget kap érte. És amikor nem parancsból, vagy nem fizetségért tesszük, hanem szeretetből, akkor Jézusnak a barátai vagyunk. Szükséges a fizetség, mert valamiből él az ember, és nem is ez a kérdés, hogy kapjon-e vagy nem, hanem az a kérdés, hogy miért teszi. És hogyha szeretetből teszi, akkor Jézusnak a barátai vagyunk. Hogyha parancsból teszi, vagy akkor rabszolga, ha fizetségért, akkor béres, és hogyha szeretetből, akkor pedig Jézusnak a barátja. És erre meghívás a mai evangélium, hogy mi törekedjünk szeretetből szolgálni, szeretetből szeretni, vagy akár dolgozni, és ilyenkor Jézusnak a barátai vagyunk. Lehet még megállapítani azt, hogy helyesen szeretünk-e vagy nem, hogy milyen gyümölcsök teremnek. Hogyha teremnek gyümölcsök, jó gyümölcsök, akkor helyesen szeretünk, hogyha pedig nem teremnek gyümölcsök, vagy savanyú gyümölcsök teremnek, vagy akár mi válunk savanyúvá, akkor nem helyes a szeretetünk, valamit elrontunk. Vagyis, ahogy mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. És a mi életünknek a gyümölcseiből is lehet valamilyen következtetést levonni a szeretetünkről. Azért mondom, hogy nem egyértelmű, mert sokszor gyümölcs nem itt a Földön terem, hanem a mennyek országában.
Hát nem minden cselekedetet lehet lemérni a gyümölcseiből, de hogyha teremnek jó gyümölcsök, akkor ez azt jelenti, hogy jól tesszük a dolgunkat. Ha nem terem, vagy semmilyen nem terem, akkor még mindig kérdés, hogy vajon ezek a gyümölcsök nem-e a mennyek országában teremnek meg. Lehet, hogy nem itt a Földön. Törekedjünk arra, hogy Jézusnak a barátai legyünk, és azért tegyük, amit teszünk, mert szeretni akarjuk a testvéreinket. Amen.